Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon. Kint még mindig ilyen felős az idő, bár ma már nem esett az eső, ahogy látjátok. Korábban amúgy sütött most már a nap is jövétre, már mondja egy kicsit a jobb időt. Most nincs ugye hideg, hogy szoktam mondani, a 28-30 fok körül csak ilyen, majdnem, hogy minden nap esik az eső. Jelenleg nem más csinálunk, mint megyünk és nézzünk egy házat. Ugye ígértem nektek, hogy a héten van még nap, el fogunk menni és megnézni az egyik házat. Viszem magamon ezt a szemüveget, mert benne a kamera itt ugye középen, és próbálok itt-ott filmezni. Kívülről is, meg lehet, hogy belülről is a házban, jelenleg még mindig laknak, tehát úgy megyünk oda, hogy az ingatlanossal ugye ott kell találkozni, és lesz egy ilyen nyitott ház, ahova, amikor ugye mindenki bemet és megnézheti, és eldönti, hogy tetszik-e vagy nem. Aztán, amit szoktátok velem kérdezni, hogy nem-e félek, hogy ugye mindenhol filmezek, meg mindenféle filmezek, és hogy ne valaki nem-e szól érte, vagy meg fognak büntetni, vagy nem tudom mit csinálni. Nem félek, hogy szoktam mondani, nem félek. Ausztráliában ott filmezel, ahol akarsz, kivéve, hogyha kint a tábla, hogy nem filmezhetsz. Mivel sehol nincs kint a tábla, kivéve egy-két helyen mondjuk a piacon szoktam mondani, hogy kint a tábla, hogy ott nem filmezhetsz, valami oknál fogva, vagy fényképezhetsz, de amúgy ott filmezel, fényképezel, ahol akarsz. Bár itt a házban belül, ugye, hogyha ott vannak az emberek, biztos, hogy nem szeretnék, hogyha úgy lefilmeznél mondjuk mindent, de próbálok azért itt-ott, ha más nem az udvaron filmezni meg a külsét nektek, hogy hogy néz ki. Úgyhogy, most összeszedjük magunkat, elindulunk, utána elmegyünk, felveszik a Lucas-t az iskolából, hazahozom a családot, elmegyek a festékboltba, és fel kell venni egy kis festéket, nem is egy kicsit, végülis 4 kannával festéket, be kell futnom a boltba, aztán jövök haza, este pedig nem máshol vagyunk, mint diszkóba. A Lucas-t ugye van ez az iskola buli. Mit mondasz? Nézd, itt ütögeti valaki a lábamat. Hello! Mi a helyzet? Ott! Na gyere, menjünk! Rendben van? Lekapcsoljuk ezt a tévét, húzzuk a szemüvegünket, meg a cipőnket, és elindulunk. Ugyanis még egy 20 percünk van, hogy odaérjünk a házba, úgy itt van, nem olyan messze. Diszkolát legyen 5 perc gyaloglásra, 10, hogyha nagyon lassan mész. Mi tőlünk innét autóval kb. Egy másikon 5 perc, 10 perc maximum. Megy! A szemüveg, legalábbis nagyon remélem, hogy megy, hogy vesz. Úgyhogy, olakuk. Indulunk! Amúgy még mindig időben vagyunk. 2 óra 45 perc van. Amúgy ez a hajó, nem tudom, emlékeztek rá, vagy nem, de amikor beköltöztünk, mutattam nektek. Ez azóta innét nem mozdult sehova. Csak ott porosodik. Majd lassítunk, nehogy valaki jöjjön. Még ott a tükör szembe, de sose lehet tudni. Hát egy gyalogos jön, amit nem látunk. Látod, onnét szemből kezd egy kicsit világosodni. Még a végén emlékeznek ez a felhők. Jövő hétre, ahogy mondtam, jobb időt mond. Legalábbis nagyon remélem. Újra visszan ez a jó idő, ez a napos, nem ez a felhős, esős. Olyan mondom, az elmúlt 2-3 hétben minden nap esett szerintem az eső. Olyan nap nem volt, hogy ne esett volna szerintem. Na mindjárt megérkezünk. Itt van szembe a folyó, ami megy ki ugye a tengerre. És nem itt fordulunk el, hanem a következőn, várjál, ami itt volt egy bevásárló mögöttünk, nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem. Ez az az utca, itt bemegyünk jobbra, nem balra, jobbra. Ahogy múltkor ott volt az élőadás ott szembe, ott lent a parton. És ott az utca végén bal oldalt. Nem az a magas, hanem az mellett. Ez itt. Sokat nem lehetett látni, már el kellene fordulnom. Aztán valóban leparkolnom. Na mi a helyzet? Megálltunk ide, lezárjuk az ajtót. És visszasétálunk. Yeah, the dog is barking, huh? Yeah, doggy. Damn.
nekünk. Próbáltam bent filmezni egy kicsit a szemüveggel, remélem, hogy sikerült, és bekapcsoltam, remélem, hogy ment a szemüveg. Ugye nem volt otthon senki se. Első benyomás, nem tudom, ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy ti mit gondoltok, vagy mit láttatok a videóról. Bár a videó az mindig ugye más, mint ott lenni élőbe. Én azt mondom, hogy nem volt a legrosszabb, nem volt a legjobb. Nagyjából ezeket kapjuk. Ezért az árért, ezen a részen körülbelül ilyeneket lehet kapni. Ugye ez egy régi ház, ilyen körülbelül 70-es években épült. Ami tetszett benne, hogy ebben legalább volt mosogatógép, a garázsajtó elektromos volt, a kapu viszont nem. Rendes internet van benne, ugye ez a kábel internet, csak közben indítom az autót, mert meleg van. A szobák ugye nagyjából elég nagyok voltak, a WC az külön volt, ugye nem a fürdővel együtt. De rá kell egy újrafestés, az biztos, hogy kell egy újrafestés, de nem tudom. Na, meglátjuk, amúgy még nézzünk egy másikat hétfőn is, úgyhogy most nem máshol vagyunk, mint az iskolába a Lucasért, úgyhogy induljuk. Felvettem a Lucast, közben haza is vittem a családot, jelenleg tartok a festékboltba. Nézd, itt egy üt. Ez olyan smű, mint az enyém, csak régi változat. Itt lesz volna a festékbolt amúgy. Itt van jobb oldal, ez a bevásárlom, itt van tőlünk nem olyan messze. Átsorolunk. Amúgy a múltkor itt ezen részen, itt baloldalt, itt teszteltük az autót. Mikor bent mint anyukám, apukám, mikor mutattam, hogy milyen gyorsan megy. Itt ez a jetskis, ott az automosó. Ez egy ilyen gyártelepes rész ez a fele amúgy. De mivel most ugye hétköznap van, elég sokan vannak, sok az autó itt jön ki be. Ott ez az automosó. Megmosták az autódat, megihatsz közben egy kávét. Itt egy elektromos bicikli, látod? Lehet, hogy akkor annyira nem lehetett látni, de mostanában elég sokat látok, legalábbis én itt a mi környékükön. Ilyen félig, ilyen tekerni is kell, meg nem is. Ilyen elektromos, biztos, hogy van nálatok is. Na várjál, hol kell bemenni? Itt a lámpa után valószínű valahol. Ott! És itt a Bunnings, ez egy ilyen nagy barkás volt. Vagy nem tudom minek, itt lehet venni fanyagot, meg mindenféle fajta dolgot a házadhoz. A festékbolt meg itt lesz. Ebben a festékboltban ugye nagyon nem szoktunk járni, nagy ritkán. De mivel most nekem kell jönni festékért, mert az öcsém autójában nem fér bele, ugyanis ugye a Mazda elég kicsike. Ezért nekem el kell jönni és fel kell venni, mert én lakok a legközelebb ehhez a festékbolthoz. Ott van a Dulux, látod? Na várj, ezeket meg kéne itt, be kéne előzni nekik. Na itt befordulunk a busz mögött. A biciklist elengedjük. És itt az öcsém, vagy nincs itt az öcsém? Hát én nem látom sehol az Mazdát, úgyhogy az azt jelenti, hogy nincs itt az öcsém. Nincs itt. Na mindegy, megvárjuk. Én addig ide leállok valahova. Betolattam! Úgyhogy most megvárom az öcsémet. Mindjárt itt lesz egy pár perc, én azt hiszem. És azt beszéltük meg, hogy 3.30-3.45 körül itt lesz. Aztán felvesz, nem is tudom hány kannát, valami, négyet mondtam, ugye? Azt hiszem, hogy annyit kell felvenni. Felvettük a festéket, itt van az öcsém az autóval. Na várjál. Ott megy, látod, amíg készítettem egy fényképet. Szervusz! Készítettem egy fényképet a kettőről egymás mellett, csak egy ilyen gyorsat. Valószínűleg, hogy megosztam az Instagramon. Bár ti már lehet, hogy most már láttátok is, mi ezt a videót ugye megosztom. Na menjünk. Most pedig nem máshova megyünk. Boltba! És kell vennem, nem is tudom mit kell vennem, amit mondott a feleségem, kell vennem. Kell vennem kólát, az biztos, hogy kell vennem, mert elfogyott. Nem is tudom, hogyan kellene most így kimenni, ugyanis nekem visszafelé kellene mennem. A fene, egye meg. Talán valaki kienged. És kiengedtek, oda néz. Ezzel ott is átmegyünk. És itt csinálunk egy visszafordulót. Lassan kell mennem, mert benne a festék hátuljába és nagy elboruljon. Na, zöld van, menjünk. Na, ez ilyen, ilyen kis pici a Mazda, olyan mondom, a Fordhoz képest nagyon pici. De szerintetek meg fog tudni fordulni egy helybe, vagy nem? Na, meg, jól van. Reméljük, hogy a festék nem borult el, bár biztos jól le van zárva. Nézd, siet az öcsém. Azt hiszem, hogy mi itt elfordulunk és lerövidítjük az utat, ugyanis ott a piros lámpa, mindenki megáll. És várunk el hozzá egy olyan 5-10 percet. Itt elmegyünk mellettük, látod? Ahogy itt a gumi is múlkor itt csináltattam, amikor kidurrant itt bal oldalt. Ennyi terepjáró áll itt. Itt egy terepjáró is volt, lehet, hogy azért.
Oda nézzél, látod? Ott állnak a piros lámpánál, úgyhogy ezt most mind megelőztük. És nyertünk egy 5 percet, nem mintha nagyon sietnénk, de... Stop tábla, hova mész te? Látod, majdnem nekem jött. És... Átmegyünk a túloldalra, ugyanis itt úgy nézem, mintha nem lenne hely. Láttak helyet, vagy nem láttak? Ugyanis én nem látok sehol helyet. Max ott egy. De ott nagyon a szélén, oda nem akarok beállni. Ott nem lehet megállni, mert az mozgássérült, vagy nincs is helyet, egy oszlop van. Úgyhogy átmegyünk a túloldalra. Na mindegy. Ezek most miért itt szállnak ki? Nézd meg. Na ezek nagyon rájönnek. Látom, valamit kivettek az autóból, és most vissza bejön. Mindjárt dudálunk nekik egyet. Na, elindult. Oda nézd, ez a kamion meg mit keres itt? Sehol senki. Akkor ide beállunk. Ugye általában mindig itt szoktam megállni, mert itt ezen a része mindig van hely. És nem is tudom, hogy miért kerestem ott elő. Ide megállunk. És megnézzük ezt a festéket, hogy egybe van-e még vagy nem. Te, hát ez hova megy ez a kamion? Mindjárt nekünk jön, ez most ide akar állni. Aj, te, komolyan mondom. Innét elmegyünk akkor. Megyünk tovább. Beállunk a Ford mellé. Nézd, XR6-os turbos. Olyan, mint az enyém, csak jut kiadásba. Onnan néz. Szépen néz ki, és régebbi. Na, nézzük meg azt a festéket. Festék még mindig egy helyben van, látod mennyi minden izé van itt a... itt a takaróm. Azt hiszem, hogy jó lesz. Na innen gyorsan befutok, aztán megyünk. És meg is jöttem. Hozzajöttem, ahogy látjátok, közben lement a nap, mutatom, látod, ilyen sötét van. Az iskolában elkezdődött a buli, ott valahol arra felé, amit nem lehet látni, meg hallani se. Nagyon a Lukasz jelenleg készülődik, szervusz, hol vagy? Mit nem lehet ott semmit látni, sötét van. Sok mindent nem csináltunk, legalábbis csináltunk, de sok érdekes dolgot nem csináltunk a délután. Ugye szokás szerint megtanultunk, kitöltöttem ezt a formot, amivel ugye kell, hogyha ki akarod érelni ezt a házat, nem tudom, hogy hívják magyarul. Összeszedtem mindent, beadtam, ugye az interneten keresztül kellett beadni, és majd meglátjuk. Amúgy sok mindenre nem emlékeztünk, amilyen mondom, hazajöttünk, és semmire nem emlékeztünk, szinte semmire nem emlékeztünk. Vissza kellett nézni a videót, és utána láttuk, hogy sok minden hiányzik a házból. Például nincsen, mutatom, ilyen, minek hívják ezt, ahol lehet pakolni a ruhádat, látod? Ez egyik szobában volt, a másik kettőben nem volt. Hogy hol fogjuk rakni a ruhákat, nem tudom, kell venni szekrényt. Ugye általában ezekben az újabb házakban mindegyikben van ilyen szekrény. Szekrénynek hívják. Ilyen beépített szekrény. Nem volt benne. Egyedben volt, ugye azt biztos, hogy láttátok. Még lehet, hogy mondtam is korábban. Másik kettőben nem volt. Úgyhogy jó, lehet, hogy majd nem lehet, hogyha mondjuk oda megyünk el venni. Aztán mit láttunk még? Az autó a garázsba. Nem tudom, hogy befér-e vagy nem. A hosszúsága. Lemértem, én nagyjából lemértem. Azt meg kell nézni ugye az autót. Aztán még mi volt? A nappali az egy kicsit pici volt. Talán lehet, hogy oda beférünk, remélem, hogy használhattuk. Na mindegy, papírt adtuk, aztán meglátjuk, hogy azt mondják, hogy megkaptuk, akkor fantasztikus, és hétfőn még megnézzük a másikat is, ami itt van az iskolától ugyanilyen körülbelül messze, és arra is beadjuk a papírt. Valószínű, hogy ha azt is megkapjuk, akkor el tudjuk dönteni a kettő közül, hogy melyikbe akarunk menni. Azért, mert ugye megkapjuk, az nem azt jelenti, hogy ki is akarjuk bérelni. Aztán lehet, hogy meg se kapjuk, ugyanis egy páran nézték, mikor ott voltunk, meg amikor eljöttünk, akkor is nézték, és hogyha mindenki beadja rá a papírt, lehet, hogy a tulajdonos ugye nem minket választ, hanem a másik, a fogalmam nincs, ugye sose lehet tudni. Úgyhogy majd meglátjuk. Na mindegy, erre most beadtuk, aztán majd kiderül. Nem tudom, amúgy majd írjátok meg a véleményeteket, ti mit szóltak hozzá. Amúgy mosogatógép ugye volt bele, ahogy mondtam, meg ilyen új tűzhely, meg nem ez a nagyon régi. Úgyhogy az, amúgy úgy tetszett, az udvar az elég nagy volt szerintem, lehet nem putkorászni. De ahogy mondtam, ezek ilyen régi házak, tehát ilyen biztos, hogy nem lesz. Ilyen biztos, hogy nem lesz a 100%. Na minden?
Úgyhogy, most összeszedjük magunkat, belőjük a Lucasnek haját, hallod? Mit vettél fel? Szép a ruhád. Megcsináljuk a hajadat is, valamit rakunk rá? Ja, azt ja. Akartam. Gyere, menjünk a fürdőszobába, és valamit rakunk rá. Nem színeződ, nem? Ja, de most de... nem van olyan. Nem, csak simán be, valami piros, van. Van piros, hol a lámpa? De de világos tök le. De az nem jó, hogy hajra. Na, mit csináljunk a hajaddal? Hát... Hát... Mit? Mit teszel fel? A gombot? Begombolózkodsz? Ez. Megjött a Davis és szervusz, te mit csinálsz? Gyere! Úgyhogy fogjuk... Fogjuk a fésűt, meg ezt a hajsprét, és valamit alkotunk. Na, mit szólsz hozzá? Jó! Jó lett? Nem tudom... Elmegy, de... Nem tudom, elég hosszú szerinted most már a hajod ehhez a stílushoz? Gondolod? Rendben. Már nem tudom, mi a zöld ezt csinál. Nem zöld, de most nem zöldünk. Úgyhogy, belőtte a Lucas haját. Te biztos, hogy jó lesz ez így? Mi? Gondolod? Hát, hogyha te boldog vagy vele, akkor te hajad, nem az enyém. Már én sem beszéltek, mert nekem nincs is hajam. Na minden. Úgyhogy, elkészülődünk, és lassan mi elindulunk. Ezt a videót én itt most befejezem, úgyis ott nem fog filmezni, mert hozz, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, mint a múltkor. Én leülök, megvárom a Lucast, ugye, szokás szerint. Gondoltam, hogy hazajövök, de sok értelme szerintem nem lenne. Várjál, itt nem tapogattunk, látod, én a Davis szerint tapogatni. Hol vagy? Úgyhogy, mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia!